Kedves gyerekek! Fogadjátok szeretettel Hartos Erikának Bogyó és Babóca mesekönyvéből Sün Soma születésnapja történetét. Egy nyári reggelen Bogyó a csigafiú, Babóca a katica lány és az erdő többi lakója együtt játszottak a réten. Felváltva lökték egymást a bükkfa lefélfán. De jó lehet hintázni, kár, hogy engem nem bír el, sóhajtott szomorúan Sün Soma. A többiek tanácstalanul néztek egymásra. Másnap Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe együtt üldögéltek a réten. Sün Soma 10 éves lesz jövő héten, mondta a katica lány. Bizony, 10 éves lesz, helyeselt a csiga fiú. Vajon minek örülne legjobban? Én tudom, minek örülne, mondta Baltazár, és felugrott örömében. Egy hintának. Ez nagyon jó ötlet, ácsoljunk egy nagy hintát Somának, lelkendezett Babóca. A kis barátok nyomban munkához is láttak. Fűrészt, kalapácsot, szegeket, csavarokat hoztak, erős faágat kerestek. A hinta hamarosan elkészült. A hajó alakú fatörzset erős zsinórokkal kötötték fel a vastag faáglábakra. Nagyon szép, és biztosan elbírja Somát, mondta Bogyó. Amikor a hinta elkészült, mind elmentek Baltazár házába, és neki láttak tortát sütni. Tojást törtek, tésztát kevertek, pudingot főztek, járt a habverő, csattogott a fakanál. Finom illat töltötte be a méhecske házát. Emeletes tortát sütöttek. Feldíszítették az 5 emeletet meggyel, mazsolával, dióval. Tegyünk rá gyertyákat is, mondta Pihe. Igen, 10 gyertyát, helyeselt Babóca. Most pedig írjunk egy levelet Somának, mondta Bogyó, és már írta is. Kedves Soma, gyere Baltazár háza elé délre. Nagyon várunk. Itt a levél, Gömbi, vidd el a Süninek, kérte Bogyó. De nehogy eláruld a tortát és a hintát se, szólt utána Babóca. Baltazár és Vendel egy kerekasztalkára tették a tortát, és kivitték a házikó elé. A réten épp a hangya gyerekek fogócskáztak. Vigyázzatok, nehogy felborítsátok a kis asztalt, kiáltott Babóca. De már késő volt. A legkisebb hangya egyenesen nekiszaladt az asztalkának. Felborítottad az asztalt, tönkre ment a torta, jajgatott Baltazár. Jaj, a torta, mi lesz most? Siránkozott Babóca is. Mindjárt itt lesz Sün Soma, és nem lesz születésnapi tortája, kesergett Bogyó. A hangya gyerekek elszégyelték magukat. Egyszer csak megszólalt az egyik. Szedjünk sok gyümölcsöt, és építsünk belőle egy nagy kupacot. Az majdnem olyan, mint egy torta, nem? Ez jó ötlet, szólt Vendel. Soma úgyis jobban szereti a gyümölcsöt, mint a tortát. Bogyó, Babóca, Baltazár, Vendel és a hangya gyerekek neki láttak gyümölcsöt szedni. Segített Döme, a krumpli bogár, Szellő a szitakötőlány, és Lili a rózsabogár is. Hamarosan szép nagy kupac gyűlt össze. Vendel beleszúrta a gyümölcskupac tetejébe a 10 gyertyát, és ebben a pillanatban megérkezett Gömbi Sün Somával. Boldog születésnapot, Sünikoma! Kiáltották egyszerre. Mennyi gyümölcs, a kedvenceim! Köszönöm szépen, kiáltotta a Süni. Döme meggyújtotta a gyertyákat, aztán mindnyájan énekelni kezdtek. A dal végén Soma elfújta a gyertyákat. Most pedig csukd be a szemed, Soma, mutatunk neked valamit, mondta Babóca, és oda vezették Somát a hintához. Kinyithatod a szemed, kiáltott Vendel. A Sünének tátva maradt a szája a csodálkozástól. Na hát, egy szép nagy hinta. Beleülhetek? Kérdezte boldogan. Igen, neked építettük, mondta Bogyó. Hurrá, már én is hintázhatok. Nagyon köszönöm, hálálkodott Soma. Izgatottan bemászott a hajóhintába, a többiek pedig meglökték. A hinta a magasba lendült. Mi is kipróbálhatjuk? Kérdezte Pihe. Hát persze,
mindenki kipróbálhatja, mondta Soma. Amikor besötétedett, abba hagyták a hintázást, körbeállták a gyümölcshalmot, és nekiálltak falatozni. Addig falatoztak, még a kupacból alig maradt valami. A megmaradt almákat és körtéket felszúrták Soma tüskéire, ő pedig hazavitte Moha tetős házikójába. Boldogan hajtotta álomra a fejét, és arra gondolt, hogy holnap újra hintázni fog a barátaival. Itt a vége, fuss el véle!